Harmadik alkalommal rendezték meg a Nagyari Somfesztivált. Az idei évre nemzetközivé vált az esemény, ugyanis a határon túlról is érkeztek fellépők és vendégek egyaránt. A fesztivál látogatói a kapunyitást követően a település sátrában ismerkedhettek a sommal. Az ínyencek nyersen is megkóstolhatták a fanyarbogyót, a helyi asszonyok pedig az idei termésből készült lekvárt, frissen sült palacsintában kínálták a látogatóknak. Lapcsánkát sütünk és palacsintát. A lapcsánka burgonyából készül, többféleképpen ízesítjük, van benne fokhagymás, van benne petrezselymes, van benne csak borsos, lehet rátenni tejfölt, ki hogy szereti. A palacsinta meg somlekvárral van. A fesztivál kezdetén az ünnepélyes megnyitót és a köszöntőket követően kitüntetéseket adtak át. Az ünnepség végén bejelentették, hogy a Nagyari óvoda ezentúl Somvirág óvoda néven várja a legkisebbeket. A színpadi programok is velük kezdődtek, először ugyanis az óvodások léptek a közönség elé, akik táncokkal és énekekkel készültek a fesztivál megnyitójára. A legfiatalabbak után a legidősebbek álltak a színpadra, a Búza Virágasszony kórus pajzán énekei után pedig a Tákosi Népdalkör előadása következett. A szegény marmokés csak a gólyás nézik, Úram, én Istenem, adjál egy szép esőt. A szegény barmoknak jó legelő mezőt. A Somfa Néptánc Egyesület a helyi tradíciókat elevenítette fel. A színpadi produkciók első felvonásának végén páros és csoportos táncokat is bemutattak a nagyari közönségnek. Immáron harmadik alkalommal kerül megrendezésre, nemzetközi vévű vált, azért is, mert Kárpátaljáról és Erdélyből is jönnek hozzánk, tehát határon innen és határon túlról is, fellépők és főző csapatok is. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, hiszen ez a kis somnövény, ez Szatmárban mindenütt megtalálható. Felfedeztük ezt a kis őshonos, piros kis pici bogyó, ami kellő szerénységgel megbújik a zöld levelek közt is. Kellő szerénysége mellett nagyon hasznos a gyógyításba, az egészségmegőrzésbe. Azért is gondoltuk, hogy már ha szilváról van szó, akkor egy másik településen legyen egy másik hasznos gyümölcsről szó, a somról. A rendezvényen részt vett Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke is, aki azt mondta, a som annyira értékes növény, hogy a termékeinek érdemes ismét visszakerülnie a polcainkra. Nagyon jellemző növény a térségnek, és egy időben sajnos elfeledett növény volt, és mostanában kezdi visszanyerni azt a létjogosultságát, amelyet a Szatmár-Berekben azt hiszem, hogy kiemelkedően fontos kell, hogy legyen, hiszen mind beltartalmi érték szempontjából, mind pedig a somból elkészült élelmiszerek szempontjából egy olyan növény, amelyet mindenképpen, hogy ott kellene tartsunk a úgynevezett talázsin, tehát a spájzba, a polcokon. Én bízom benne, hogy maga a Nagyari Somfesztivál, amelyik már harmadik alkalommal kerül megrendezésre, egy olyan löketet ad majd ennek a növénynek, illetve a növény termesztésének, amelyel szintén újra sikerül majd visszahozni a mindennapi étkezésünkben arra a szintre, ahová az valóban való. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője szerint fontos, hogy a som és a bogyóból készült termékek eljussanak az ország más területeire is. Az értékesítéshez viszont összefogásra és értékesítési hálózat kiépítésére van szükség, amire ezen a fesztiválon is fel szeretnék hívni a figyelmet. Értékesíteni most is lehet, hogyha a megfelelő engedélyek és a megfelelő törvényi feltételnek az adott település megfelel. Azonban mindig az összehangoltságon van a hangsúly, hiszen
mindig folyamatos mennyiséget kell előállítanunk, ahhoz tudni kell, éppen a múlt héten küldtem ki a polgármestereknek egy kérdőjévet, ahol pontosan az ilyenre vagyok kíváncsi, hogy mennyit főztek, mennyi eladható lekvár van, és ez azért profi értékesítőt kell én szerintem mellé tenni, mert akkor sikeres az eladás, hogyha profi értékesítős van mögötte. Ki fogunk helyi termékekből is alakítani egy házat Fehérgyalmaton, ahol helyben meg lehet majd vásárolni ezeket a termékeket, a helyben Start Közmunkaprogram által készített termékeket, természetesen úgy, hogy azért az élelmiszer bevizsgálásoknak megfelelően, tehát nyilván ugye azon át kell esnie mindenkinek, és azt kellene megérteniük a települési vezetőknek és a itt dolgozó kézműves manufaktúráknak is, hogy folyamatosan, de állandó jó minőséget kell produkálni, hiszen egyszer kell csalódni egy ízben, egyszer kell rájönni, hogy nem az a termék, amire gondoltunk, és utána nem fog a vásárló visszatérni. És én úgy gondolom, hogy talán ezen az úton jó úton haladunk, és eljutunk oda gondolkodásba, hogy térségi összefogásra sokkal előrébb juthatunk. A rendezvényen részt vett Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke is, aki elmondta, a közösségi összetartás és az összetartozás kifejezése miatt kiemelten fontosak az ilyen események. Ilyenkor találkoznak az elszármazottak, a településen élők, a környékbeliek, és eszmét cserélnek, találkoznak egymással, nagyon jó alkalom erre. Persze egy ilyen jó időben jó szórakozási lehetőség, és hát, hogy a termék köré szerveződik egy-egy közösségi ünnep, akkor pedig annak a környéknek a körtéjéről, Somjáról, Krumpiáról lehet megemlékezni, itt a Somról emlékeznek, amely egy nagyon érdekes és egészséges növény. Biztos vagyok benne, hogy ezt a hírt, ezt a tudást elviszik az itteniek is. Persze legelsősorban a jókedvet, a közösségi összetartozás ünnepét. A szórakoztató programok közben a közönség a helyi sátrakban mindent megtudhatott a Somról is, arról, hogy milyen feldolgozási formái ismertek. Nagyon régi hagyományos ez a Som. Hát készítenek belőle lekvárt, már ivólevet készítenek, pálinkát is már főznek belőle. Hát ezeket felhasználjuk süteményekbe, többfajtába, lindérkarikába, mimózába, akkor hát derejét is szoktak belőle csinálni, de a derejébe abban nem igazán jó, mert abból kifolyik, még egy kicsit folyékony. Hát cukorbetegek nem nagyon való, mert sok cukrot igényel a készítése, de lehet édesítőszerrel is csinálni belőle. Zserbóba is használjuk, hát nagyon sok mindenben, nagyon régi fajta gyümölcs már. Önnek mi a kedvence, ami készül Somból? Hát én nagyon sokat megsütöm a mimózát, nagyon sokat megsütöm a linzerkarikát, hát biztos ismerik a linzerkarikát, két süteményt kell egybe tenni, abba hát én ezeket szoktam használni. A család is ezt szereti, meg tartós is a sütemények is, ilyeneket hasütünk. És ha egy picit távolabbról kezdjük, akkor maga a Som milyen növény? Hogy néz ki, hogyan születelik, és mit kell utána készíteni, vagy mit kell tenni a bogyókkal, hogy elkészüljenek ezek? Hát ezt úgy szokták, hogy ez hát egy fa lényegében, és leszokott, úgy, az az igazi, hogyha lehullik. Hát nálunk szoktunk alá teríteni, és akkor mikor érik, az lepotyog arra, és úgy szoktuk összeszedegetni, mert, és akkor utána érleljük egy pár napig, és utána dörzsöljük át rostán, hogy a magba megmaradjon. És a magvából lehet még ivólevet is már csinálni. Tehát az a magból készül, nem a húsából? A ivóolaj a magjából készül. Már most itt hallottunk olyat, hogy mi még nem csináltunk, de hallottunk már olyat, hogy ivólevet is csinálnak most a magjából. Több napig érlelik a magját. Cukorba, vízzel együtt összekeverve. A helyiek közül többen kihozták a saját készítésű termékeiket is a fesztiválra. Voltak, akik a Som süti versenyre is neveztek, míg mások a vásárlóknak kínálták portékáikat. Itt a Nagyari Som Fesztiválon főképpen somlekvárt árulunk, viszont hoztunk som, málna, ilyen vegyes gyemeket, meg szilvalekvárt is hoztunk, mert ugye az itt ezen a vidéken nevezetes. Süteményeket árulunk, meg hát végül egyebet mi nem, mert főképp a somlekvár a lényege. És hogyan készítik a somlekvárt, és miből van-e som fájuk, ültetvényük? Igen, van, már 11 somfánk van ültetve, csak sajnos az idén nagyon rossz volt a termés, mert lefagyott, úgyhogy az idei somlekvár nagyon nehezen készült, mert alig tudtuk összeszedni, sok helyről szedtük össze, ilyen védett területeken maradt, ahol nem fagyott le.
úgyhogy nagyon nagy munkával jár az elkészítése, mert ugye pici szemekből áll, úgyhogy azt összeszedni, azt nagyon sok vízből kimosni, mert nagy tisztaságot igényel, és akkor ugye utána azt, hát nem rögtön, van, amikor már nagyon érett a som, akkor már igen, rögtön dolgozzuk fel, de hogyha még egy-két napot kell várni vele, akkor két nap után, de sokáig nem lehet tárolni. És akkor ilyen somrostán, mi úgy hívjuk, azon át kell dörzsölni. És mikor megkapjuk ezt a masszát, azt megmérjük, és akkor hozzáadagoljuk a cukor mennyiséget, amennyi szükséges. És akkor ezt ki kell kavarni. Hát mivel mi többet készítünk, mi nem kézzel kavarjuk, hanem üstbe szoktuk tenni, és akkor amivel a szilvalekvárt főzzük, az a vitorla dolgozza ki. Mert ennek ez a lényege, hogy jó ki legyen dolgozva. Mert ha nincsen a cukorra jó kidolgozva, akkor nincs ilyen jó az állaga, meg nincs ilyen finom, ízletes. A helyiek szerint a som és a belőle készülő termékek egy újfajta vállalkozási lehetőséget teremtenek a térségben. Sommal az utóbbi években kezdtünk foglalkozni, mióta Nagyar községben megrendezésre került a Somfesztivál. Addig is foglalkoztunk erdei növényeknek a különféle elkészítési módjaival, itt a Túr környékén jellemzően megterem az eper, fehér eper, ilyen hobbi szinten családilag rekvárokat készítettünk belőle. Hallom, hogy pálinkát is szoktak ilyen különlegeségeket készíteni, és miután beindult ez a somfesztivál, első években még lehetett a környéken somhoz jutni, most az idei évben lefagyott. Ez a som is azért került az asztalra, mert mi felmentünk az Emplinbe, szedtünk egy kis somot, a húgomai pedig Miskolcról a őből jöttek, és őket hívtuk fel tegnap, hogy szerezzetek már egy kis somot, de az utóbbi években néhány üvegsomot minden évben sikerült berakni, és amikor volt ez a fesztivál, akkor megjelentünk vele. És egyébként milyen feldolgozási formái vannak még, amiket szeretnétek a későbbiekben? Igazából a som lekvárból akarunk kiindulni, tehát a som önmagában befőttként, lekvárként, mint gyógyászati termékként is feldolgozható, de mi a lekvárból kiindulva különféle süteményeket szoktunk belőle készíteni, linzereket. Most is van a fesztivál keretén belül egy süteményverseny, amit megjelentünk mi is, mint a Tanya is, a Párom is, Tünde is saját néven süteményekkel, és bízunk benne, hogy legalább egy dobogós helyezést elcsípünk. A zenei fellépők után a színpad körüli produkciók hagyományőrző műsorokkal folytatódtak. Beregből érkeztünk, a nevünk Beregi Határőr Huszár Bandérium, a Bereg különböző településén él a csapatunk, Bereg Surány, Tarpa és a környékbeli falvak. Amivel foglalkozunk, hagyományőrzés, igazából a huszárhagyományok és a határőrhagyományok ápolását tűztük ki célul. A Somfesztiválon fellépett egy történelmi bajvívó egyesület, akik a középkori harcászattal ismertették meg a nézőket. A dobófegyverek, nyílpuskák és kardok bemutatása után a közönség is kipróbálhatta a fegyvereket. A színpadi műsorok második felében a Crazy Dance táncformáció Monty Csárdás műsorával kezdődtek a programok, majd a Credence együttes, a Desperado, Tillinger Attila és a PSD műsorával zárult az este.